Tavaly vagy a Horváth Tamással, aki a második helyen jutott tovább a harmadik válogatójából. Hogy érzed magad ezzel kapcsolatban? Hogyan tetszik az eredmény? Az a helyzet, hogy fantasztikus kezdés. Én nagyon szeretem a kettes számot. Szóval egyébként tényleg nagyon szeretem. Természetesen a célom az első hely, sőt tovább megyek. Én nagyon ezen dolgozom, hogy mi hamarabb még jobb eredményt érjek el a zsűrinél is. De őszintén, mikor így megkaptam a zsűri pontjait, köszönöm szépen, oké. De amikor láttam azt a 9-est a közönség szavazattól, és a közönség szavazatát, akkor úgy még a zsűri pontja is ugye elenyésztek. És tudod miért? Mert amikor az embereknek átjön az üzenet, az szerintem óriási érzés. Annyira imádom ezt, annyira szeretem azt, hogy azt a fajta üzenetet, amit át akarok adni, megértik az emberek. Az emberek nem buták. Egyre jobban azt érzem, hogy olyan kommenteket kapok, annyira nyitottak. És itt nem csak a hölgyekről, a nőkről beszélek, a fiatal lányokról, hanem az urak, a férfiak is olyan kommenteket írnak oda, hogy egyszerűen megéri ezt csinálni. Na, nagyon megéri. És végülis miről szól ez a dal? Mi ihlette ezt a dalt? Hát az a helyzet, hogy a Megfa érdekes mód, épp egy fellépésre tartottam 4 évvel ezelőtt. És egyszer csak jött egy dallam. A vidéken, tehát nagyon vidéken voltunk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, szóval hogy Nyíregyháza, Debrecen környékén, de még fölötte jártunk. És egyszer csak félre megállítottam a sofőrt, mondta, hogy álljunk meg a kocsival, mert fel kell vennem egy dallamot. Fogtam a hangjegyzetet, elkezdtem dúdolászni, és ez csak a refrén megszületett, de a szöveggel együtt, ami egyébként nagyon ritka, de így együtt jött az egész. És rájöttem arra, hogy hoppá, ez egy fantasztikus dolog, mert megyek 2 fellépésre, azt csinálom, amit szeretek, a feleségem ott van mellettem, nagyon hálás lehetek ezért, de a Megyfa arról szól, hogy a szeretetet kéne előtérbe helyezni akkor is, amikor az ember úgy gondolja, hogy minden más fontosabb. Mert én úgy gondolom, hogy a boldogság hozza az embernek a még több dolgot, a még több vagyon, a még több, hát amire vágyunk. Először boldognak, arra kell törekedni, hogy boldogok legyünk. És ugye ott van az, hogy gyere ide, szeretgessél, a csizmámat meghagyjad. Engedjünk el minden olyan dolgot, ami felesleges. A legfontosabb, hogy legyünk, ott legyünk egymásnak. Mert én nagyon hamar megtanultam azt, hogy az idő a legdrágább kincs az életünkben. És én úgy gondolom, hogy arra kell törekedni, hogy minden napunkat a legboldogabban éljük meg. Szóval azt mondtad, hogy nagy sikereket szeretnél elérni, és esetleg egyenesen megnyerni a versenyt. Látsz potenciális rivális olyan előadókban vagy zenekarokban, akik ugyancsak magas pontokat írtél, lásd Dániel Figergő, vagy Leander Kills, AVS, stb. Látsz bennük potenciális rivális, akik úgy eléd kerülhetnek? Egyetlen egy potenciális rivális van ebben a versenyben, a saját magam vagyok, senki más. Szóval, ha valakivel versenyzek, az maximum önmagam. Én nekem nincsenek riválisaim, én senkire nem így tekintek. Szerintem mindenki fantasztikus munkát végez. Az, hogy bekerültek a dalba ezek a dalok, szerintem már önmagában egy eredmény, önmagában egy fantasztikus dolog. De én nem rivalizálok senkivel. A Megyfának nincsen társa, versenytárs, vagy versenytársa, vagy hogy fogalmazzak, szóval nincs. Én a Megyfát tiszta szívemből szeretem. A gyermekem. Én nem várom tőle, hogy bárkivel versenyezzen, úgy fogadom el, ahogy van, a hibáival együtt. Szóval feltétel nélkül szeretem ezt a dalt. És én senkivel nem versenyzek. Én magammal versenyzek ebben a versenyben. És a dalot nagyon sokan hallgatják külföldre, a külföldi rangok is szeretik és imádják, és van valami üzenetet számukra? Mérhetetlenül feldobják a napjaimat. Egyszerűen eszméletlen, amikor a külföldiek írnak, Portugáliából írtak Svédországból, írtak Németországból. Németországban, Berlinben már játszák egy rádió a Megyfát. És ez fantasztikus dolog. De rengeteg kommentelő van, rengeteg privát üzenetet kapok Instagramon, Facebookon, YouTube-on. És amikor az egyik portugál felhasználó azt írta, hogy ez a dal Eurovízió győzelem esélyes. És hogy nagyon bízik abban, hogy a magyarok ezt a dalt küldik. Képzeld el, hogy több mint 160 like jött csak erre a kis posztra, és akkor egyszer csak elkezdtem látni a válaszokat, hogy Svédországból, Németországból, Londonból írtak, hogy nagyon remélik, hogy ez a dal. Nem értik a szöveget, de mégis átjön az üzenet. Átjön az üzenet, hogy egy óriási szívem van, és hogy drukkolnak nekem. Hát mi kell ennél több, nem? Zene.